A műsor támogatója a Heineken Hungária. A műsor média támogatója a femcafé.hu. Az embernek vagy megmarad a neve, vagy nem, de ha van könyve, akkor szerencsés esetben ott van a polcon, és valahol, valamikor, valaha egy diák hátranyúl, és leveszi, és elkezdi olvasni, és hogyha az ember beletett mindent, amit tud, a legjobb tudása szerint, akkor ott marad az a diák, és 10 percből 20 perc lesz, és megjegyzik a nevét is. Vagy pedig csak a verset, vagy pedig csak volt 10 jó perce. Ennyi a vágyam. Tehát a könyvekből könyvek lesznek. Szabó T. Anna, költő, író, műfordító, gyökerei Kolozsvárhoz kötik. Életében meghatározó szerepet játszott nagyapja, a neves erdélyi nyelvész Szabó T. Attila. Egyetemi évei alatt kezdett publikálni, elsősorban költőként határozza meg magát. Nagyon érzékeny a szavakra. Hiszi, hogy a költészet nem luxus termék, hanem segítség az élethez. Olyan alapvető, mint a kényelmes cipő vagy a jó szemüveg. 2021-ben indult Lírás Tudok podcast állandó házigazdája, Budapest közelében él férjével, Dragomány György íróval és két gyermekükkel. Anna, úgy jöttem ide hozzád, hogy várható volt, hogy egy ilyen elképesztő nagy könyvtár szobába csöppenünk, de amikor arra kértelek, hogy három olyan könyvet válasz ki, aminek kapcsán jobban megismerünk téged, akkor igazából nem csalódtam, hogy nagyjából 20 kötet került ide közénk, és az elmúlt percekben soroltad és pakolgattad és nézegetted, hogy mik azok, amikről mindenképpen beszélni kell. De szerintem kezdjük először a szobával, meg ezzel a sok-sok könyvvel, meg könyves polccal, és ez csak egy része. Nagyon régóta itt laktok, a férjed Dragomány György több mint 30 éve már, és gyakorlatilag gyerekkorotok óta gyűjtitek a könyvet, és említetted nekem, hogy azóta szinte napi szinten kerül új könyv ebbe a könyvtárba. Igen, szerintem nincsen nap, hogy ne kerüljön be új könyv, különösen amióta most a Lírás Tudok podcastet csinálom, amire rengeteget kell olvasni, 6-7 könyvet kell elolvasni hozzá, vannak köztük nagyon vastagok, dokumentum, regény, gyerekkönyv, mindenféle. Ezt nagyon szeretem, és az is nagyon sok könyvvel jár, örömömre persze, csak mikor mi ide beköltöztünk, ebben a lakásban 15 vagy 16 éve élünk, de mondjuk Magyarországra költözésünktől számítható, 15-16 évesek voltunk akkor, a könyvgyűjtés. Nagyon nehezen tudtam könyvet venni, mert nem volt pénzem, 20 forint volt a zseppénzem. Na most képzeld el, tehát ezek az arányok, és félretettem, és szerencsémre, nem tudom, hogy az országnak mennyire szerencséjére, de ugye egy akkor összeomlott a régi könyvkiadás. És nekem nagy szerencse volt, mert nagyon olcsók voltak a könyvek, rengeteg kiárusítás volt, és bementem a könyvesboltba, és beleolvastam a egy-egy verses kötetbe, és ha tetszett, megvettem. Néhány forint volt, mit tudom, 3-4 forintért meg lehetett venni, és később is, mikor egyetemre kerültem, akkor is rengeteg ilyen pince könyvkiárusítás volt. Ma is vannak ilyen helyek egyébként, és jó könyveket lehetett venni. Úgyhogy már akkor, mikor ide költöztünk Budaörsre, akkor tele volt a ház könyvvel. Azóta hát körülbelül 6-szor annyi könyv van, és nagyon nagy gond, hogy hova dugosgassam, tehát hogy az új könyvet hova tegyem. Itt is mutattad nekem, hogy ezt is egy ilyen könyvszekéren találtad, tehát hogy mai napig van az, hogy tulajdonképpen ez a gyerekkorod óta létező hobbi, hogy könyveket keresel, kutatsz, ez mai napig van? Hát hogyne, hát az internet az még tovább nehezíti a dolgot. Igen, hát az antikvárium oldalakon állandóan teszem be a kosárba, és hát akkor, mit tudom én, azt veszem észre, hogy 50.000 forintnál tartok antikvárkönyvből, és akkor ott hagyom, és hát nyilván tehát ők eladhatják ezt még, tehát nekik nem okozok ezzel kárt, de amikor nem tudok venni, akkor csak ezt csinálom, hogy hát ezt is szeretném megvenni. Már olyan is volt, hogy hát ez mondjuk Gyuri nagyon mérges lenne, hogy miért nem a képernyőt mentem ki, vagy nem tudom, de hogy lefényképezem a kosaramat a mobiltelefonnal, hogy megjegyezzem, hogy ezeket a könyveket szeretném. Mindig van olyan könyv, amire vágyom. Olyan is van, amit csak úgy megtalálok. Tehát ugye könyvtárakba szokták bevinni az emberek a könyveiket,
voltak éppen értéktelen, tehát nagyon nehéz eladni, ha az ember el akarná adni, akkor semmit, nem sok könyv érne valamit. Kivéve a szép albumokat, tehát azért vannak néhány olyan könyv is, van itt szakácskönyvek, különleges szakácskönyvek, esetleg nem régiek, újak, de különlegesek, amik esetleg értékesek, de az összeállítása egy könyvtárnak az az érdekes, és az értékes a minden írónak, különösen tényleg, aki könyvek közt nőtt fel. Én nagyon sok könyv közt nőttem fel, a nagyapámnál is, az édesapámnál is. Nálunk a férfiak írtak a családban, tulajdonképpen mindenki. És nekem ez nagyon fontos volt, hogy ezt kövessem. De valószínűleg egy nagyon nagy bizonyítási vágy is lehet benned, hogyha ilyen családból érkezel, főleg nőként. Igen. Amikor gyerek voltam, nem volt evidens az írónőség, vagy tehát, hogy a nőnemű írók hagyománya. Jelent meg olyan erdélyi irodalom történet, egyébként az egyik távoli, vagy nem olyan nagyon távoli rokonom, Kája Kabanta készítette, egy erdélyi irodalom történet, egyetlen nő nem szerepel benne, két kötet. Ez azért már tendenciózus volt szerintem, de nem volt annyira, nem éreztem magam annyira biztonságban ezen a téren, de szerencsére meghívtak gyerekkoromban egy írónőt, a tanítónéni, ezt csak azért mondom, hogy milyen fontos az író-olvasó találkozó, hogy a gyerekek lássák, hogy vannak írók, van olyan osztály, szakközépbe mentem, sok író-olvasó találkozóra járok én is most, és kérdeztem, hogy hallottak már valaha nő írókról, és mondták, hogy Szaffó, és ennyi. És hát nem, még Szabó Magdáig sem jutott a gondolatban, nyilván hallották, tehát nem ez, hogy nem, csak nem evidens, hogy vannak női írók, és meghívott a tanítónéni gyerekkoromban, második osztályban egy írónőt, Marton Lilit, és ő pedig beírta, hogy a könyve, hogy ez volt az első dedikáció, egyébként, vagy az egyik első, mert Kányádi Sándor korábban dedikált nekem könyve, ismertem gyerekkoromban, meg Veres Zoltán, erdélyi írók dedikáltak, de nőtől tényleg ez volt az első dedikációm, és azt írta, hogy Szabó T. Annának, aki olyan szép verseket ír, na kész, innen kezdve. De komoly motiváció, igen, ez egy kisgyereknek. Igen, hogyha egy nő ezt mondja, hogy egy nő is ír, és szép, hát akkor megyek előre, és azóta megyek. Van ehhez kapcsolódó könyv a választottjaid között? A dedikálásokról nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljünk egy kicsit, hogy kérjünk az íróktól dedikációt. Én valami furcsa személyrem érzetből, meg félénk is voltam, nem nagyon mertem oda menni az írókhoz. Eszterházi dedikációnk van, Gyuri jóban volt vele, de én annyira féltem oda menni, hogy most írja be, és elkéstem. Te féltél az Eszterházitól? Igen, de az apósomnak beírt könyvünk van meg. Konrád Györgyhöz oda mentünk, mert ő a Dragománról írt, a könyve főszereplője volt, és oda mentünk, és mutatta Gyuri a személyét, hogy ez ő, és akkor beírta, az volt azt hiszem az első magyarországi dedikáció. Író-olvasót találkozok, Nádas Péterhez is azt hiszem, hogy oda mentünk, ebben nem vagyok biztos, de nagyon fontos, hogyha az író ott ül a könyvhéten, akkor érdemes hozzá oda menni, mert elkésik vele az ember. Például nagyon szerettem Határgyőzőt, és nem kértem tőle dedikációt, ezt nagyon sajnálom, minden könyvhéten láttam, néztem, ugye nagyon feltűnő jelenség volt. Úgyhogy akit nem ismerhettem, az Vörös Sándor és Nemes Nagy Ágnes, és most a múltkor azt gondoltam, hogy hát akkor én beszerzek valahogyan egy Vörös Sándor dedikációt. Elég ritka egyébként, tehát például a Pilinszkit meg se próbálom, mert az aztán tényleg nagyon ritka a Pilinszki dedikáció. Nem dedikált? Nem szeretett? Nem nagyon. Tehát nagyon magas összegekért kelnek el a dedikált Pilinszki kötetek, onnan is gondolom, hogy nincs nagyon sok belőle, hát ugye sokáig be is volt tiltva, aztán rögtön elfogytak a könyvei, nem hiszem, hogy annyira nyüzsgötő, hogy sokat dedikált volna, és viszont mégiscsak itt van, hát nyilván író-olvasó találkozókra járt azért, ezt tudom konkrétan, és hát ez az érdekes, hogy Vörös Sándor, de Vörös István
költő barátom mondta, hogy a hallgatás tornyát kellene beszerezni, mert abból elég kevés is van, és hogy ez egy különleges kötet. És olyan, tulajdonképpen nem is dedikált könyvet kerestem akkor, és egy olyat találtam az interneten, az antikváriumban, hogy szerencsére nem árverezés volt, hanem csak lehetett kapni, hogy a pont a hallgatás tornya, ami 30 évnek az összegyűjtött versei, és hát a hallgatás, az elhallgattatás ideje alatt írt, és hát ez egy hihetetlen dedikáció. Azt írja, Tóth Árpádnak, a nagy költő névrokonának, szeretettel Vörös Sándor. Ez annyira édes, ez annyira jó, hogy egyszerűen nem bírta ki, hogy ne írja oda, és ezek a krikszkraksz betűk kicsit ilyen gyerekes írása van, nagyon-nagyon szeretem. Úgyhogy ez a nagyon nagy becsben tartom, de sajnos ugye a régi papír az már máladozik. És a Vörös Sándornak a reprintjeit is megvettem. Talán életem legtöbbet utaztatott könyve, minden gyerek fellépésemre elviszem magammal, az Vörös Sándornak a Magyar Etüdök című reprint könyve, ezt ajándéknak a feleségének készítette, bele is van írva, hogy Bókusnak Rókus. 1951, hogyha már a hallgatás idejéről beszélünk, ez javában az volt a hallgatás ideje, tehát ő dolgozott közben. Reprintre készítették el, olyasmi, mint mondjuk a Borinotes, amit még mindig nem mertem megvenni, pedig hát elég sok példány van. Amit nagyon szeretek, a kapcsos könyv, az Arany János féle kapcsos könyv, az két példányban is megvettem, a mostani kiadást és a régit is. A kapcsos könyvet, és ezt szoktam vinni gyerekeknek megmutatni, hogy lehet ilyen vidám könyvet is, és lehet olyan komolyat is, komorat is, amilyet Arany János. Ez az egyik legszebb könyv, amit életemben láttam, és tényleg egy karperecért cserébe készítette, nem is tudom, hogy volt a történet, de biztos, hogy egy karperec is érintett volt benne, hogy készített egy másik példány. Na, ezt most utána nézek. Van körülött egy anekdota. Lehet, hogy rajta is van a könyvem. És van egy másik ilyen könyvem, amit azért, hogy mondjam, kevésbé közismert. Vörös Sándor Pajzán versei. Az a cím, hogy Priaposz. Ebben nincsenek rajzok, mert ha lennének, akkor nagyon pajzán rajzok lennének. Nem olvasok fel belőle, jó? De tényleg disznó szövegek, ami Mozartnak a levelezése, de humorosak nagyon. Tehát ezt is nagyon nagy becsben tartom, nem nagyon lehetett beszerezni hosszú ideig, most kiadták kötetben külön, de ez hogy a füzetet látod, ott az is elképesztő. Én Vöröst, a kéziratos könyvet, a reprint kéziratos könyvét kivettem könyvtárban már, amikor Magyarországra kerültem, akkor az volt az egyik vágyam, hogy megismerjem Vörös Sándort. Én nem tudtam, hogy ő már elég beteg, és Szombathelyen hallottam a halálhírét. Nagyon jól emlékszem a napra, hogy annyira elszomorodtam, és ugyanez a helyzet volt Nemes Nagy Ágnessel, mindjárt elmesélem, csak ezt még megmutatom, hogy van, tehát sok kéziratos verseskönyvét kiadták, ez a Vörös Sándor és Károly, ami titkai című könyv, és ez kettejüknek a kéziratait tartalmazza. Van tulajdonképpen a Kútba néző kötetnek is vannak rajzai, mindenhol tele van cédulákkal, meg megjegyzésekkel, meg papírokkal. Igen, szóval nagyon, nagyon használatban vannak nálam a könyvek. Ez látszik egyébként tényleg ez a renget. Beleírni mersz ilyen könyvekbe, vagy ez már nagyon nagy vétek? Ilyenekben nem. Amikor olvasok például esszéköteteket, nagyon sok ilyen irodalomtörténetet, ami mögöttem van, az a polc is, főleg irodalomtörténet, meg a feminista polcom is azon van, tehát így gyűjtök feminista ilyet. Feminista polc? Van ilyen? Megnézzük. Gyűjtök olyat, ahol, hát ennek csak a fele, mert a többi az lent van az alaksorban, és már ilyen műanyag polcokon, meg mindenhol tele van könyve, és egy nagy adag lent van, de igen, a Szécsi Noéminek az könyvei, meg mindenféle, ami hogy mondjam, nőtörténet, vagy valamiképpen erősíti az író tudatot, de egyáltalán a hétköznapi nőknek is a történelemből kimaradt története érdekel nagyon. Egy pillanatra még mondom Vörös Sándornak, az egyik reprint könyveket mondok. Én nagyon szeretem, és erre most jöttem rá, hogy milyen fontos. Kiadták Radnótit, József Attilát is, a köteteiket külön hasonmás kiadásban. És
olyan nagyon más így olvasni, például a 34-es Hidegvant, vagy a 35-ös Kő és az ember, hogy látja az ember, hogy mit látott az első olvasója Vörös Sándornak. Aha. Látja az írásképet, bár úgy értem, hogy a nyomtatásképet. A születésében látja az ember a szöveget, és akkor már itt is tartunk a vers születésénél. Ez az egyik legfontosabb könyv az életemben, a Vörös Sándor doktori disszertációja, megengedték neki, hogy magáról írjon. És áldassék az a tanár, aki megengedte, hogy Vörös Sándor magáról írjon. Ma nem engednék meg valószínűleg, már nagyon hosszú ideje nem engednek meg ilyet. Holott egy csodálatos esszé, az a cím, hogy a Meditáció és vallomás, a vers keletkezéséről. Nagyon tanulságos, minden költő palántának ajánlom, vagy érdeklődőknek is, és ezek így együtt nagyon-nagyon jól néznek ki. Tehát meg lehet ezeket szerezni. Ha Károly, amiről beszéltem, ugye vannak ezek a nagy könyvek, amikor az életük képekben, rajzok, dokumentumok. Engem nagyon érdekel az irodalomtörténet, az az életem. És ezért beszerzek minden ilyet, az összes ilyen életrajzi sorozatot, meg minden egyebet. Most kaptam nem régen Szabó Lőrinc dedikációt, egy kedves barátomtól kaptam, egy könyvtári kölcsönzőjegy, majd megkeresem, ha megtalálom, megmutatom neked. És Gyuri nemrég megvette nekem ezt az első kiadás Szabó Lőrincből. Ez nem dedikált, viszont felvágatlan, a vége felvágatlan. Wow. Úgyhogy látszik, hogy valaki olvasta, és valami okból abbahagyta. Igen, és most nem tudom, hogy merjen felvágni, vagy nem merjen felvágni. Babits Mihálynak, első mesteremnek. Én ebből írtam a doktori disszertációmat, Szabó Lőrincből. Tehát használ Shakespeare fordításaiból. De hogy azért kaptam meg az első szonett kiadást is. Ezek nem olyan nagy összegek egyébként még. Tehát ezek még beszerezhetőek, mert a speciális érdeklődésű embereknek valók. Vörös Sándor az már határeset azért. Tekintsünk úgy, hogy az első könyved az Vörös Sándor maga, jó? Mert hogy itt felsoroltál legalább 10 Vörös Sándor könyvet. Igen, a Ha a világ Rigó lenne című könyvem, azt megmutattam, amikor tartottam előadást, TED előadást. Ez, amit akkor... egyévesen kaptál, igen, ugye? Igen, és megrágtáltam. És az első verset gyakorlatilag abba írtad. Igen, az első dedikációmat abba írtam. És tehát az a megrágcsált kötet, a tényleg Vörös Sándor volt. Életem első könyvélménye, a legnagyobb könyvélmény. Utána Kányádi Sándor. Én most átmentem teljesen kicsit, mivel az irodalom történet ennyire az életed része, és ennyire elképesztően nem jó a képben vagy szó, csak egyszerűen nem őt eszembe. Lelkes vagyok. Igen, nagyon jó ezt hallgatni. Megszállott vagy. És átmegyek ilyenkor én is ilyen kis tanulóba, kis diákba, és hogy órákig hallgatnál a Vörösről. Én is nagyon szeretek hallgatni. Nagyon szeretném, hogyha kedvet, szerintem már ez is kedvet csinált Vöröshöz, de egy picit mesélném még Vörösről, a jelentőségéről, hogy azon túl, hogy neked egyévesen ez volt az első kis kötet, és ebbe firkáltál először bele, az első dedikációd ebbe került, hogy miért olyan nagyon fontos neked Vörös? Hogyan értessük meg a mai olvasóval, nézőkkel, akik adott esetben Vörössel utoljára nagyjából a gimiben találkoztak, mondjuk a pszichével, hogy miért fontos, miért érdekes, miért érdemes őt olvasni, és adott esetben mivel kezdjünk, vagy mivel ismerkedjünk meg tőle? Hát Vörös Sándort mindenki ismeri. Kísérleteztem ezzel, hát nyilván óvodába tanítják, de hogy mennyire szeretik a gyerekek. Tehát Vörös Sándor, ugye benne is van az ABC-be, ha bemész egy iskolai osztályba, első-másodikba, akkor a W az Vörös Sándor, az van oda kiírva. És ugye külön megtanulják akkor a gyerekek, hogy valamit úgy írunk le, hogy veőres, és mégis úgy mondjuk, hogy Vörös, két ővel, mint ökör, ahogy mondta Vörös maga. És Vöröst nagyon szeretik. Tehát a sugallatossága, a transzcendencia iránti, nem tudom, elkötelezettsége, amikor Nemes Nagy Ágnes beszélt Vörös Sándorra, akkor azt mondta, hogy Vörös, hát Sanyika az más. Teljesen ugye egy manószerű lény volt, nagyon különleges volt a személyisége is, és azt akarom mondani, amikor a gyerekekhez megyek, mindig elmondatom a galagonyát, és mindenki átszellemülten suttogja a galagonyát, olyan szép, mindig a hideg lel, hogy minden gyerek tudja és szereti. És amikor külföldre megyek, és azt mondják, hogy mondjak valamit magyarul, akkor Vöröst, ezt a galagonyát szoktam elmondani. És
A Vörössel olyan élményei vannak, műfordítói életműve is hihetetlen jelentős. A Gita Govinda indiai eposz fordítását indiaiaknak szoktam mondani, hogy na tudjátok mi ez? És akkor elkezdem mondani, hogy szegfűvirág lehelet, zuhatagos örömillatú délövi szélben, fülemüle szavukusza mély zizegésű lugas susogó sűrűjében, harivigad a gyönyörű daluki keletben, sírjon az elhagyatott tíme, táncol a vadörömű lányka seregben. És rögtön mondják, hogy Gita Govinda, anélkül, hogy tudnának magyarul. A ritmustól is, hát nyilván a hari az már ott gyanús kezd lenni, de az első mondatról megmondtad, nagyon-nagyon izgalmas. Tehát, hogy Vörös Sándornak az egyetemessége, nagyon kár, hogy nem kapott Nobel-díjat, de gyakorlatilag lefordíthatatlan. Mert nagyon egyszerű és nagyon komplex egyszerre, mint ahogy a Galagonya is nagyon sok mindenről szól, és mégis a gyerekek is megértik. Nagyon kevés író tudja ezt úgy megcsinálni, hogy tényleg a csecsemőtől kezdve a haldoklóig mindenki élvezze. Azért mondom, hogy haldokló, mert nem olyan régen pontosan a nagyon-nagyon kedves barátnő, Mesterházi Mónika édesapja, Mesterházi Márton dramaturg meghalt, és mondták, hogy az utolsó, amit hallott, az Vörös Sándor, azt kérte, hogy Vörös Sándort olvassanak fel neki, és a halálos ágyon Vörös Sándort hallgatott. Tehát én a csecsemőt azt tudom, mert a pici gyerekemnek mindig mondtam Vörös Sándort. Tehát nagyon nagy kincs van a kezünkben. Vörös maga mondta, hogy csibéim, 500 évre való munkát adok nektek az én életművemmel. Tehát, hogy tudatában volt, nem volt beképzel, de tudatában volt azzal, hogy nagy kincsel gazdálkodik, és Vörös Sándorban benne van az egész magyar irodalom. A világirodalom is, mivel nem a fordításokon keresztül mindenhonnan beszivárgott mindenféle hatás a pszichébe, például az egész német irodalom benne van, de a magyar irodalom a szavaiban József Attila volt ilyen anyanyelvünk, mint Vörös Sándor. Nem is tudjuk, hogy mennyire anyanyelvünk. Lassanként kiderül, tehát kérdezd meg egy gyereket, és rögtön látod, hogy mennyire az anyanyelve, bölcsőtől kezdve Vörös Sándor. Hm. És azt akarom mondani, hogy leszoktunk ragadni a gyerekverseknél, de a drámaírói életmű is hatalmas. Ugye a Psziché az egy kiváló regény, az is lefordíthatatlan. Tehát ha angol lenne, akkor Shakespeare mellett emlegetnék. Egyébként V.S. Ugye Vörös Sándor, William Shakespeare, tehát ez nekem mindig feltűnt. És ő már 5 évesen az édesanyja olvasott neki Shakespeare drámákat. Tehát csak mondom, hogy azért érdekes, mint hogyha újjászületett volna a nagymesterek sokasága benne. Ez persze lehet tanulás is, de akkor pedig milyen agy, aki így tanul. Teljesség felé például azt ajánlod? Vagy mi hogy az, amit ne olvassunk, ha nem a gyerekversek? Mondtad, hogy leragadunk sokszor, és tényleg így van talán. Mit olvassunk tőle? Hogyne, a teljesség felét azt szokták is szeretni, tehát ez egy tipikus érettségi könyv. Tehát, és tényleg érettség kell hozzá, tehát az nem egy olyan könyv, amit elolvas az ember, és egyből megért. Ennek az a háttere, hogy ugye ez a vonulata az irodalomnak, ha be is volt tiltva, elhallgatták, tehát úgy Hanvas, Szepes Mária, Vörös Sándor, Kerényi Károly, hát Várkonyi Nándor aztán, tehát megjelentek lassanként, de hogy ez mindig egy ilyen búvópatak volt a materializmus mögött. És ez nagyon fontos. Az is nagyon fontos persze, hogy legyen humorunk hozzá. Ne vegyük annyira komolyan, teljesség felét, azt persze én is komolyan veszem, de nekem Vörös Sándor mindig ezt a fricskát is jelenti. Ezt szoktam mondani, hogy arra jöttem rá, hogy egy kicsit olyan, hogy így letérdel, imára vagy áhítattal szerelmes verset, mint a gyönge fuvallat, a tóvazilál fényeg, gyöngysora lebben, sóhajom, árva madár, piheszál, elpihen édes öletben. Tehát egy ilyen trubadúr imádság, meg egyáltalán metafizikus imádság, és akkor egyszer csak bukfencet vet. Ebből a mozdulatból, hogy letérdel, és bukfencet vet, és ő bohóc is. A bohócnak a bölcsessége is benne van. Tehát a Vörös Sándor a humora nélkül nem egész. Tehát ne felejtsük el, hogy ne vegyük olyan komolyan magunkat, mert akkor tudunk igazán komolyak lenni. Nagyon, ez is ugye Shakespeare-i dolog, hogy a bohócnak milyen nagyon fontos szerepe van.
Hát estig hallgatnának tényleg. De megtehetjük ezt például írás tudókban tényleg a podcastben, hogy legalább akkor rendszeresen hallgathatunk téged, ahogy könyvekről is mesélsz. Vörös Sándor után, mert tényleg aztán kicsúszunk az adásidőből. Mi legyen a következő? Egyébként az előbb ugye említetted azt, hogy meg beszéltünk arról, hogy neked azért milyen megfelelési kényszer vagy bizonyítási vágy lehet talán az a szebb gyerekkorodból az alkotás. Azt hiszem, hogy milyen érdekes az élet, hogy még egy író férjet is választottál, szerelmet választottál magadnak, hogy ez a bizonyítási vagy folyton az életed része legyen, nem? Csak erre a könyvre néztem, igen, hogy ez fontos, igen, még a gyerekkorodban, hogy azt mondtad, de mire gondoltam, nem akartam elég folytani a szót. Ugye 15 éves volt, mikor megismertem, de igazad van, mert íróként, tehát nagyon fontos dolog volt, hogy ő az írásait mutatta meg először nekem, tehát hogy egymásnak megmutathattuk az írásainkat, tehát egy gyerek, aki író. Tehát kinevelődtünk egymás mellett íróvá, és a könyveken keresztül egyébként, és közös könyvélményeink is voltak. Tulajdonképpen ez a könyv, és ezt nem olyan rég szereztem be egy ilyen könyvkocsiról, Jane Goodall, aki még a régebbi, tehát asszony nevén szerepel itt, azt hiszem. És ez nekem nagyon-nagyon fontos volt, és csak felnőtt koromban értettem meg, hogy miért. Én sokáig etológusnak készültem, nagyon-nagyon tetszett ez a könyv. Az ő gyöngéd és közben nagyon módszeres megközelítése, tehát hogy az állatokat, én is, ugye lányok nagyon sokszor ugye állatorvosok akarnak lenni, én azért ugyanezért akartam etológus lenni, mert nagyon fontos az élő világhoz való szeretetteli és figyelmes hozzáállás. Tehát nem a hogy mondjam, legyőzése, a igába hajtása a természetnek, hanem a megfigyelése. Nekem biológus az édesapám, ezt korán megtanította nekem, hogy csak üljek és figyeljek. És ő tulajdonképpen ült és figyelt, és senki nem vette őt komolyan az elején, és mégis felépített egy hihetetlen tudományos életművet, és tudomány népszerűsítő életművet, és egyáltalán amit ő mond, arra máig is mindenki figyel. De hát ezek a képek, ahogy itt kommunikál, és kapcsolatot teremt, és megpróbálja megérteni, és megvárni. Tehát a türelem, ahogy a természethez viszonyul, nem erőltet semmit. És nagyon-nagyon fontos volt az is számomra, ahogy felnőtt koromban rájöttem, hogy nőként csinálja ezt. Tehát egy nő, aki leteszi a nevét, az élet, tudósi életművet hoz létre. Ugyanúgy a Diane Fossey-nak a Gorillák a ködben, az is eljutott, hát nyilván azért vették meg nekem a szüleim, mert elég nehéz volt egyébként könyveket beszerezni, úgyhogy nagy mindenféle cserekereskedelem útján jutott el a Gorillák a ködben hozzám, azért vették meg, mert tudták, hogy szeretem ezeket a témájú könyveket. Kaptam is ajándékba sok természettudományi könyvet, ez csak egy példája ennek. Úgyhogy hogy vagy akár Joy Adamsonnak, például az Oroszlán hűség, de ez azért mégiscsak fontosabb, hogy nőként írni és a nevünket ott hagyni, nyomot hagyni. Az első könyvemnek az a címe, hogy A madár lépte hó. És ennek az illékonysága, a madár elszáll, a hó elolvad, hol vagyunk mi? És most az összegyűjtött kötetem, ami megjelenik, az összegyűjtött verseim, ennek az lesz a címe, hogy Vagyok. És hogy ennek, hogy tulajdonképpen ennek az illékonyságnak, annak a pillanatnak, amíg még vagyok, a megfogalmazása is, minden innen kezdődött, hogy nőként is írhat az ember. És egy érdekes könyv, amit Gyuri megszerzett nekem, és ezt a Facebookon kereste nagyon, igen, sokáig, arra emlékszem. Nagyon nagy közös élményünk volt, tulajdonképpen minden erdélyi gyereknek közös élménye volt, és mint kiderült, édesanyám is meg akarta nekem szerezni, és 15-20 éve kereste, mert tőle kaptam eredetileg az első példányt. Egy könyvesboltos barátnőjével mindig megbeszélte, hogy az első könyveket, amiket kap nekem, adja, megveheti, és meg tudtam mondani, elvesztettem most édesanyámat, és meg tudtam neki mondani még, hogy megvan ez a könyv, és nagyon örült neki, úgyhogy mindig is édesanyámat fogja nekem jelenteni ez, és szerencsére
tényleg valaki egy orvosnő elhozta a gyerekkönyvtárából, és Gyurinak odaadta a dedikált könyvekért cserébe egyébként. Nagyon érdekes, nem mertem még újraolvasni. Nagyon nagy élmény volt, és az is, hogy csak annyit tudtunk, hogy Desigül, és egy nő írta ezt, egy grófnő. És ez a női mesélésnek a hagyománya. Sokat beszélek, vagy gondolkozom azon, hogy a női írók miért vannak kevesebben. Azért, mert meséltek. Nem mindig maradt nyoma. Nagyon jó mesélő nők vannak. Most a Magvetőnek újra kiadták a Tények és Tanúk sorozatot, és abban rengeteg olyan sztori van, amit nők leírnak, akár háborús naplók. Tehát nagyon fontos ez az orális hagyomány, és én ezzel foglalkoztam mostanában, egy ilyen regényt írok, ifjúsági regényt, ami például szerepel az, hogy Arany Jánosnak a Arany László mesegyűjteménye az Arany Családban a nők mesélték, ők gyűjtötték össze, és ez nem olyan köztudott. Tehát ez a könyv azt is jelenti számomra, hogy a női mesélés milyen fontos. Ugye mondjuk azt, hogy Dajka mese, negatívként mondjuk a Téli regét fordítottam, és annak az eredeti tulajdonképpen a Winter's Tale, az tulajdonképpen azt jelenti szó szerint, hogy Dajka mese. Ez csak így mese-mese-meskete, kutyafüle-fekete, tehát hogy ezt úgy kicsit lenézzük, holott az irodalom micsoda, ha nem mesélés. Az egész próza mesélés, úgyhogy a tündérmesék az hát fontos, ma is nagyon fontos számunkra a tündérmese. Hogy higgyünk abban, hogy jóra fordul valami, vagy jóra fordulhat még a sötétségből is kijuthatunk. Hú, nagyon-nagyon sok minden felmerült itt, amíg beszéltél bennem. Például, hogy milyen érdekes, hogy édesapád azt mondta, még az előző könyvén említetted, hogy csak ügy és figyelj, mondta egy biológusként, és te is ezt csinálod tulajdonképpen költőként, íróként, hogy ülsz és figyelsz. Ahogy említetted, a köteted, első köteted címe is gyakorlatilag egy megfigyelés, és folyamatosan ezt csinálod, én azt látom, sőt költőként azt hiszem, ez ilyen alapvetőnek is tűnhet, meg egy író tulajdonképpen mindig azt halljuk, hogy figyeli, mi történik körülötte, csak a képesség megvan benne, hogy ezt le is jegyezze, meg is írja. Te hogyan írsz verseket, hogyan alkotsz, hogyan dolgozol? Nagyon köszönöm, hogy ezt mondod. Valóban nagyon fontos a türelem az írásban. Prózaíróknak különösen, amióta prózát írok, azt látom, hogy másfajta türelem kell hozzá, mint a vershez, mert a vershez olyan türelem kell, hogy lehet, hogy egy 5 éves kori emléket írsz meg 35 évesen, vagy 85 évesen, nyilván prózánál is így van, de megtapasztaltam azt, hogy amikor le akartam valamit írni, például ezt el szoktam mondani, ez akkor nem is tudom, naívság volt, hogy bevittem a szülőszobára a jegyzetfüzetemet, hogy én majd jegyzetelek, hogy meg a Szabó Lőrincnek volt egyébként az a módszere, hogy még a saját szívrohamát is jegyzetelte, tehát nem véletlenül gondoltam ezt, hogy ez lehet. Túlélte, megírta. Én is túléltem és megírtam, de mikor írtam meg? 9 hónappal később. Tehát akkor nem tudtál jegyzetelni valójában, hiába Nem. Egyébként a fájdalom lejegyezhetetlen, tehát hiába írja le az ember a fizikai részét. Na mindegy, erről hosszan tudnék beszélni, hogy ez miért volt tanulságos. Ami nekem nagyon fontos, amit te mondasz, abban nagyon igazad van, hogy a kísérletezés, tehát a könyveim olyan címe van például, hogy rögzített mozgás, vagy villany, objektív címeket próbálok adni, és ha már az objektívet mondom, akkor mondom a fotózásnak is a technikáját, ott például ilyen könyveket ott van előtted, hogyha egy nagyon régi amerikai fotós Alfred Stieglitznek a könyve, ezt is Gyuritól kaptam egyébként, és Georgia O'Keeffe festő volt a felesége, és hogy jelenik meg egy-egy motívum festészetben és fotózásban. Írtam nemrég egy esszét a fotózásról. A fotózás és az írás, a versírás nekem nagyon hasonló. Én nem festő módon
írok, hanem fotózó módon írok, megpróbálok rögzíteni, megpróbálok objektív lenni, amennyire csak lehet. És ha már az objektivitást mondom, Nemes Nagy Ágnesnek a nevét már említettem, de nem maradhatunk Nemes Nagy Ágnes nélkül. Ő nekem az írói módszerében is abszolút példakép, és egyáltalán a nyelvhasználata, amit Arany Jánostól és Babicstól örökölt közvetlenül, és akkor megmutatom azt, hogy az esszéket, ugye mondtam, hogy szeretem az irodalomtörténetet, ha Vörös Sándornak a versszületésétől tanultam, akkor Nemes Nagy esszéjéből is, és ez egy olyan könyv, ezt szintén így vettem, és ez egy dedikált könyv, és Ágnes néniként szerepel benne. Nagyon érdekes, 88-ban, tehát nagyon későn, ő már tehát ez a halála előtt volt, nem sokkal. Nézzük meg, Rákos Palotán, azt látom. 91-ben ő már meghalt, úgyhogy igen, Lillának. Az, hogy fagylalt után egyiptomi macska alatt. Olyan jó ez, nem? Akkor beírja, hogy elképzeled jobban, hogy mi lehetett ott akkor. Igen. Akkor gyorsan, nagyon gyorsan, de ez is a versíráshoz, tehát a baráti kör is nagyon fontos abban, hogy hogy ír verset. Egy másik objektív költő, Mesterházi Mónika, és ő például a legutóbbi Evidenciák, ha már itt van Nemes Nagy Ágnes, nekem az asszociáció a mesterségem, tehát hogy egy könyvről a másikra. Itt azt írja, hogy Annának és Gyurinak nagy szeretettel egy benzinkútnál, Budapest és Budaörs határán, mert ott vettem át a könyvet, mert csak így tudtunk találkozni. De ezt ti is szoktátok csinálni, mert nekem is úgy írtatok alá, amikor tavaly nyáron például egy rendezvényen találkoztunk, hogy beleírtátok, hogy hol vagyunk, és valami apropója is volt. Sőt, a Gyuri még azzal is játszik, hogy a főzőskönyvet úgy dedikálja, hogy mindig két hozzávalót beleír. Nyilván ezzel magatokat is szórakoztatjátok, gondolom. Ez nagyon jó segített. De meg olyan érdekes utólag. Igen. Ezt egyébként pont Mónikától, Mesterházi Mónikától tanultam, aki az első könyvhéten, amikor megjelent az első könyvem 95-ben, akkor azt írta, hogy Annának, őnek is akkor jelent meg a könyve, Annának a napon, e napon. És emlékszem, hogy milyen gyönyörű napsütés volt, és ennyi csak játék, és mégis milyen fontos, és a dedikációnak a fontosságára is akkor hívja fel a figyelmet. Úgyhogy azt hiszem, hogy az én költői módszerem ez a Babics Nemes Nagy iskola, és nagyon-nagyon jó, hogy ismerhettem Lengyel Balást, aki Nemes Nagy Ágnesnek a férje volt sokáig, és tőle is kaptam biztató leveleket, dedikált könyveket. A mesterek, Lator László, Géher István, itt van a Géher István könyve, ő sincs már velünk, ez olyan fájdalmas, hogy tulajdonképpen itt ülünk egy nagy kupac közepén, nincsenek velünk, és mégis. Én beszélgetek velük mindig, minden nap beszélgetek velük gondolatban. De szép ez. A dedikációra jut eszembe, hogy te tulajdonképpen folyamatosan költőként is, de a hétköznapokban is azt látom, hogy játszol a szavakkal. Én meghallgatok veled egy interjút, és az az érzésem, hogy Úristen, annyira szépen is beszél az Anna, annyira szép szavakat használ sok esetben, ami azt hiszem tudatos, hiszen azért nyilván egy nyelvész nagypapától származol tulajdonképpen az egész múltad, örökséged, az a nyelvhez kötődik, amit viszel is tovább íróként, költőként, de hogy inspirálsz arra is, hogy néha nehezen is beszélek, hogy fogalmazok, mert nem hiszem, hogy olyan szép szavakat tudok használni, mint te, de hogy ez egy annyira szép dolog, hogy nagyon-nagyon jó téged hallgatni is, olvasni is, és én tényleg azt gondolom, hogy sokkal több gyereknek, fiatalnak, de akár még felnőttnek is kellene tőled olvasni és hallgatni is téged, mert hogy a nyelvet is. Drága vagy. De tényleg így gondolom. Mm. Én is azért bár azt is hallottam egy interjúban, hogy azt mondtad, hogy a rajongás az nem feltétlen pozitív, mert hogy az a saját önképedről veszélyes. Erre kíváncsiak, hogy hogy érted pontosan, de hogy olykor-olykor tudok rajongó típus lenni, ha mondjuk olyan embert ismerek meg, vagy találkozom, mint amilyen te vagy. Én nagyon rajongó vagyok, tehát, de nem, azt hiszem, hogy inkább a lelkesedést mondanám. Igen, az a jobb. Mondtam az előbb, hogy megszállott. A könyveknek tényleg megszállottja vagyok, nem tudnék könyvek nélkül élni, ha más nem, akkor fejben lapozgatom az oda eltett könyveimet. Tehát nagyon-nagyon fontos a kiskorom óta a könyvtár. De a lelkesedés, de a kritikus rajongás egyébként, tehát például Nemes Nagy Ágnes nem biztos, hogy szeretném személyében.
sokszor gondoltam, hogy vajon szeretném, aznap kerültem Budapestre, ez is olyan, mint Vörös Sándorral a dolog, hogy Budapestre kerültem az Ötvös Kollégium felvételén, gondoltam, hogy megismerem Nemes Nagy Ágnest, és bejött a szobatársam a híre, hogy meghalt Nemes Nagy Ágnes, augusztus 23-a 1991, nem fogom elfelejteni. És ez bizonyos szempontból nem baj, tehát, hogy azt az arcát ismerem meg az írónak, amit mutatni akart, ami a lelke, a szenvedélye. Lehet, hogy személyében összevesznénk, vagy nem tudnánk jól kijönni. Sokan féltek is Nemes Nagytól, tehát, hogy nagyon szigorú volt, és én Szabó Magdát ismertem, és ő is tudott azért szigorú lenni, és megmondani a tutit. Az embernek, hogy mondjam, az a Vörös Sándortól tanult fricskázhatnékon, vagy szubverzív magatartásom, vagy kamaszos szemtelenségem azért megvan. Tehát, hogy a rajongás azért baj, mert elveszti az ember a kritikai érzékét. És a legnagyobb tanulság az életben számomra az, hogy szerethetsz valakit úgy is, hogy nem is, ez nem jó, hogy nem tiszteled, mert persze, hogy tiszteled. Feltétlenül szereted, de nem feltétlenül tiszteled. Tehát a tiszteleted nem veheti el tőled a saját egyéniségedet és a saját véleményedet. Nem adhatod oda neki hogy mondjam, az eszedet. A szívedet igen. És nagyon fontos dolog számomra, szerencsére olyan tanáraim voltak, Dávid Házi Péter például írt egy nagyszerű könyvet, itt van mögöttem valahol, egy rózsaszín, ott van, a Arany János Hújmesterünk Arany Jánosról írott könyv mellett, is tudom rögtön mutatni, és Lengyel Balázs mellett, ez is nagyon fontos, hogy tudjam, hogy egy könyv hol van, és most teljesen el vagyok szédülve, mert a rengeteg könyv közt nem biztos, hogy mindig tudom. Az a Shakespeare kultusz történetéről szól. És nagyon, nagyon tanulságos volt végigolvasni, hogy hogy őrültek meg az emberek az írók iránti rajongásukba. Ezt azért nem szabad. Tehát ez, az író is csak egy ember. Egy csomó írót elfelejtenek. Mit mond Vörös Sándor? Pár ezred év, ez azért megadja. A művész híre elhuny, nevét, hírét kiőrzi a halál, de mégis minden újkor rajta áll, mert ők a láthatatlan fundamentum. És hogy azért azt tudjuk, hogy a név jön-megy, de amit a tehetség és a tehetetlenség ellenszere a tehetség, hogy teszünk valamit, leteszünk valamit az asztalra, ha mondod a szójátékokat, akkor rögtön az embernek az agya elkezd pörögni, hogy hozzátegyünk valamit a kultúrához. Az számomra nagyon fontos, és azért, mert itt vannak körülöttem a példák, azért tudom és merem tenni. Az elmúlt közel, nem tudom, 40 percben szerintem háromszor idéztél fejből. Hány verset tudsz egyébként fejből, vagy rengeteget? Sajnos eléggé kopik az embernek az újdonság. Például mondjuk Kántor Pétert nagyon szeretem, és nem tudok tőle idézni. Három sort tudok idézni. És most ugye a Líres Tudókra azért vállaltam, hogy én olvassak, rákényszerítsem magam a módszeres olvasásra, mert elég csapongó olvasó vagyok. Ez a módszerem a módszeresség ellenében, hogy esténként így megyek a könyvespolc felett, és ami meg nem is kell oda nézni, hanem ami megszólítja az ujjamat, azt kiveszem, és abból olvasok 10 percet, fél órát, két órát, amennyire megszólít, és mindig beszélgetek a könyvekkel. De hogy ez nem egy módszeres olvasás, ez egy játékos olvasás, ez egy jósló olvasás, ez egy csapongó olvasás. A figyelemzavar, ami a digitális világ, hogy mondjam, velejárója, a könyvekre is kihat. De azért mondom, hogy ezek a szövegek, amiket így fejből idézek, ezek nem memoriterek voltak, tehát ragadtak rám. De azért egy idő után tanulni is kell, meg is kell tanulni verseket. Hogy mondjam, én nem keresztrejtvényt fejtek, hanem én verset tanulok. De új verseket is érdemes lenne megtanulni. Úgyhogy ez a következő projekt, hogy újra kezdem. Gyurival csináltuk egyébként heteken keresztül, például az eszméletet megtanultuk és mondtuk egymásnak.
ő is ugye hallgat Vörös Sándort, úszás közben hallgatja Vörös Sándort a saját előadásában, és megtanult egy csomót így. Tehát elégszer kell hallgatni, és akkor az emberre ragad. Nem tudom, hányat tudok, kamaszkoromban azt játszottuk, hogy mondjon valamit, Gyuri, és én mondok rá egy verset, de lehet az biciklitároló is. Vagy ha nem tudom a verset idézni, legalább tudom, hogy melyik könyvben is hol található. Azt talán most is meg tudom csinálni. Vagy folytatni. Szilágyi Domokos egész életművét szinte bárhol tudom folytatni, vagy legalábbis. Igen, hát leírtam magamnak, kiírtam, tehát ez megszállottság jellege a dolognak. Nemes Nagy Ágnest megtanultam, de hát azóta megkiderült, hogy van egy csomó vers, ami publikálatlan volt, úgyhogy most már nem tudom a Nemes Nagy életművet fejből. Tudtad fejből például Nemes Nagyet? Megtanultam. Megtanultam. Nagyon sokat segít egyébként hosszú távon az írásban, de rövid távon katasztrófa. Azért tanultam meg Nemes Nagy Ágnest, mert Amerikába mentünk 2 hónapra, és nem vihettem magammal a könyvtári, nem volt akkor még saját Nemes Nagyom, nem lehetett megszerezni. És a könyvtári példányt nem mertem elvinni, ugye hát elvész Amerikában a könyv, és hát akkor mit csinálok? Megtanulom. És megtanultam, és azért mondom, hogy katasztrófa, mert elmentem Amerikába, hogy akkor én milyen jól fogok verset írni, egy szót nem tudtam leírni, leültem írni, Nemes Nagy Ágnest írtam, de szó szerint szörnyű volt. De elesüllyed, és lassanként mélyről elkezd hatni, úgyhogy megéri minden erőfeszítés és tanulása. Az nem volt evidens, sem egy egész kötet összegyűjtött verseket megtanulni, azért ott Szombathelyen mentem az utcán, ahol pont ott, ahol Vörös Sándor is iskolába ment egyébként, mert ő oda járt iskolába. Később jöttem rá, hogy Vörös Sándor útját jártam, aki valószínű szintén könyvvel ment az utcán, és mentem az utcán, és azt tanultam. Magamnak nagyon jó volt, és ezt kéne most is csinálnom, úgyhogy ez a tervem. Őrületes. Sokszor elgondolkodom, hogy vajon az olvasástól lehet-e, hogy ilyen memóriátok van, ennyire zsenik vagytok mindketten a Gyurival, hogy van-e köze ahhoz, hogy az egész életeteket gyakorlatilag a könyvek között töltöttétek, vagy ez teljesen független és egy véletlen, és így születtetek? Nem, senki nem. Nagyon nagy vágy. Ez az egész. Vágy arra, hogy része legyünk, hogy könyvek legyünk mi is a polcon, hiszen elmúlunk a világból, és legalább ott valahogy, ezt elmondom, játszottam az Ötvös Kollégiumban a vizsgai időszakban, nagyon jó hely volt az Ötvös Kollégium, csodálatos intézmény, az egyetem mellett ott is voltak óráim, és a Magyar Irodalomtörténet könyvtára ott van. És azt játszottam, hogy adtam magamnak 10 perces szüneteket a tanulás közben, 10 vagy 20 percet, és hátra nyúltam, és ez is egy kicsit ennek a kezes módszernek a módján, és levettem egy szerzőt, és azt elkezdtem olvasni. Na, ennyi vágyam van, tehát persze az embernek vagy megmarad a neve, vagy nem, de ha van könyve, akkor szerencsés esetben ott van a polcon, és valaha egy diák hátra nyúl, és leveszi, és elkezdi olvasni, és hogyha az ember beletett mindent, amit tud, a legjobb tudása szerint, akkor ott marad az a diák, és 10 percből 20 perc lesz, és megjegyzik a nevét is. Vagy pedig csak a verset, vagy pedig csak volt 10 jó perce. Ennyi a vágyam. Tehát könyvekből könyvek lesznek. Gyönyörű. Mondanám, hogy végszó, de még van kérdésem, mert szép végszó is lett volna. Hogy melyik kötetedre, munkádra vagy a legbüszkébb? Milyen a viszonyod a saját könyveiddel? Mert erről az jut eszembe, hogy akkor viszont végtelen büszke is kell, hogy legyél a könyveidre, hiszen azért nem egy könyved van már, ami ott van a polcon, és szerintem sok diák forgatja. Nyugtalanító. Most, hogy összeraktam a könyveimet, ugye az összegyűjtött verseket összeraktam, azt gondolom, hogy én nem olyan ember vagyok, aki megváltoztatja, nagyon kevés helyen változtattam, mert ez úgy volt a maga zsengeségében is, vagy törékenységében is, ez én voltam, néhány verset kivettem, de csak azért, mert már akkor is zavar, de a sebeimmel együtt én vagyok, de akkor is nagyon, hogy mondjam, nyugtalanító érzés az embernek magát olvasni, nagyon megnyugtató volt viszont, mikor azt olvastam, hogy Vörös Sándor ugyanúgy, hát ezek mi? Hát ezek idegesítenek, ezek a versek idegesítenek. És a legjobb korszakára mondta egyébként, vagy az egyik legjobb korszakára mondta pont ezek a hidegban versek, hogy ezek nem jók, dehogy nem. Vagy tudok kortárs költőt is mondani, aki az első kötetét eltitkolta. Én
én egyszerűen lemásoltam az egész kötetét, Tóth Krisztináról van szó egyébként, lemásoltam a kis füzetembe az egész könyvet, annyira szerettem. És nem mindig a szerző a legjobb bírája önmagának, kétségtelenül fontos, de hogy én azt hiszem az elhagy kötetet tartottam a legfontosabbnak, különösen az elhagy vers miatt, amiről az a, valahogy az az érzésem, hogy azt József Attila diktálta. Diktálnak egymásnak egyébként. Kérdezted ugye ezt, hogy könyvekből élünk-e? Igen, igen. Amit nem tudtam volna egy... nagyon kevés vers van minden költőnek az életművében, mondjuk 5 vagy 10, amiről azt mondod, hogy akkor ez most megmarad. Van, akitől csak egy vers maradt meg. Mit tudom én, tudsz idézni tőle 2 sort, vagy annyit se. De azok csak úgy jöhetnek létre, ha amögött ott van az egész irodalom. Attól jó egy szöveg, hogy ott van mögötte az egész irodalom, és ennél a versnél valahogy azt éreztem, hogy ez József Attilának az indulata egy nagyon erős saját élményből. És az ember el is különül egy kicsit, tehát akkor hátralép és nézi. Az a jó, mikor nem a te testrészed, hanem azt mondod, hogy akkor ez egy szöveg, nem én vagyok, ez egy szöveg, és köszönöm, hogy része lehettem egy szövegnek. Nem tudom, hogy mennyire fogok megmaradni, vagy mi marad meg, de nagyon köszönöm az olvasóknak, ha olvasnak. Te mondod, hogy olvasnak, annak nagyon örülök. Köszönöm szépen. Egy dolog jut még eszembe, és muszáj, hogy behozzam, főleg azért, mert otthon gondolkodtam, akkor így szembesültem vele, hogy mennyi kapcsolódás van, ugye ez az időnyerő határidő naplom, amiben ott benne van. Ott az asztalomon, fent az író szobámban. Nagyon hálás vagyok, hogy megengedted, hogy benne legyen a Szabaduló gyakorlat című novellád, úgyhogy ezt így sokszor lehet olvasgatni, hiszen benne van, és utána szembesültem azzal, hogy te tudod, hogy ez a Szerb Antal, bocsánat, kézirat, ami az elején van, vagy kézírás, ez egy nemes nagynak egy válasz. De ezt jó, te láttad? De jó, igen. Tehát gyakorlatilag a nemes nagy írt neki még a kezdetek kezdetén, vagy küldött neki verseket, és azt írja, hogy kedves kolléganő, bevallom, gyakran szoktam verseket kapni ismeretlenektől. Rendszerint nagy zavarban vagyok, hogy mit válaszoljak nekik. Annál nagyobb öröm, hogy most végre egyszer őszintén és kertelés nélkül azt írhatom, a versei jók, maga tehetséges, és egyáltalán nem érzek lelkismert furdalást, hanem bátorítom, hogy folytassa. Hogy ez mennyire szép, hogy még itt is nagyon, itt van nemes nagy. Nagyon örülök neki, nagyon örültem, mikor láttam. Nekem Szerb Antal is itt van úgy mögöttem, és őt is elég gyakran leveszem a polcról. Egy részét fel is vittem az ágyam mellé. Viszont igen, van egy Babics dedikált könyv, az ott a piros. Igen, azt valakitől örököltem, és így lett saját Babicsom. De hogy ez az, hogy mondjuk ebbe benne lehetek, ez nekem akkora ajándék, tehát még mindig ezt a kislányos, hogy mondjam, bennem van még a kezdő koromnak a kislányos áhítata, hogy ott vagyok, mondjuk egy szép versekben, vagy valahol ott vagyok, és ez olyan jó, mikor így lapozott Szerb Antal, és akkor ott lehet. Ez ennyi elég, ez a legjobb, amit az ember kaphat, amit egy író kaphat, hogy a többi író közt van. És azért szerettem volna behozni, mert hogy én azt látom, és azért szerintem nagyon jó inspiráció vagy, hogy te használod a könyvet. Te nem azért gyűjtöd a könyvet, hogy ott legyen a polcon, és elmondhast, hogy neked milyen sok könyved van, hanem ahogy mondtad is, rendszeresen megfogod őket, olvasod őket, simogatod a könyveidet. Tényleg az egész, te vagy maga a könyv gyakorlatilag. És itt pont arról van szó, hogy ezt a novellát használjuk, és utána önismereti feladatok vannak. És arra gondoltam, hogy így zárjuk azzal akkor, hogy inspiráljuk arra a nézőket, hogy olvassák el például a Szabaduló gyakorlat című novellás kötetetet, ami szerintem fantasztikus, és ebből az egyik kedvenc novellám a Szabaduló gyakorlat, amiben nincs másról szó, mint hogy egy nő elmegy orvoshoz, de kiderül, hogy ugye nem rendel az orvos, ő viszont lázasan azt mondja, hogy nem megyek haza a két, nem is tudom milyen szót használsz, kamasz gyerekemhez, nem megyek máshova, a férjemhez sem megyek, hanem azt mondom, hogy akkor kimegyek a Margit-szigetre, illetve ő kimegy a Margit-szigetre, vizen jár, és kicsit ott van, az én időben van. És nekem ezért tetszett meg, hogy nekünk vajon van-e ilyen én időnk. Kíváncsi vagyok, hogy neked például mi az én időd, mennyire te vagy a Szabaduló gyakorlatnak a főszereplője, mennyire éled meg te a te én idődet, a olvasásban éled meg, vagy neked volt-e ilyen, hogy mink a Margit-szigetre kiszakadtál, és azóta oda mész vissza? Vannak ilyen helyek.
Egy részük könyvhöz kötődik, például a Kerepesi temető, ahol sokat olvastam is, ott sétáltunk Gyurival, és ugye ott azért ott vagy valamiképpen a Panteonban. Arany János is például ott van, nagyon sok fontos síremlék van ott. De van olyan hely, egy berlini park egyébként, ami szintén szerepel a szabaduló gyakorlatban, vagy gyerekkoromban a nagymamám kertje volt ilyen, ahol nincs szükség szóra. Nincsen szükség könyvre. És a könyv és a könyvtelenség, a szó és a szótlanság, ez is egy Nemes Nagy Ágnes könyvcím, kiegészíti egymást. Tehát amikor az embernek sok a szóból, akkor a csendre van szüksége. Az agyának az elsimítására is. De csak csendben lenni én nem tudnék. Csak szóközt lenni, az pedig az őrületbe vezet, vagy a kiégésbe vezet. Ennek az arányát kell megtalálni, hogy mi az a hely, ahol könyveket tudunk olvasni, és ahol csak elcsendesedünk. De például, ha az ember kiül egy tópartra, Balatonpartra egy könyvvel, olvas, egy idő után leengedi. Tehát, hogy ennek a ritmusa, mint a hullámzásnak a ritmusa az életében az embernek következhet egymás után is. Én nekem a könyvtár jelenti a nyugvópontomat, de könyvtár és kert együtt az igazi, és azért is vagyunk most egy olyan könyvtárban, ami egy kisebb kert vesz körül. Úgyhogy különösen különösen most nagyon csábít az, hogy kimenjek és hallgassam a magoknak a bizsergését, ahogy kipattam belőlük a növényke. Ez sokkal, hogy mondjam, teljesebb és érdekesebb, mint bármilyen szó. És aztán persze ebből is vers lesz. Nagyon szépen köszönöm, Anna, hogy kicsit jobban megismerhetelek a könyveiden keresztül, és akkor még amondó vagyok, hogy nézzünk szét a polcon, mert egy-kettőre rámutattál, és akkor azt még meg tudjuk mutatni majd picit a nézőknek legalább képen. Jó, köszönöm szépen. Én nagyon köszönöm, és bocs, az összevisszaságért. most már egyszerűen nem tudok. Tudom minden könyvemről, hogy hol van, vagy majdnem minden könyvemről, mint kiderült, nem mindegyikről, de most már nincs igazából rendje a könyveimnek. Ez a másik terv a verstanulás mellett, hogy nekilátok, és egy nyarat erre szánok, hogy elrendezzem. Hát, ha most ez a nyár erről szól majd. Most megígértem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez a nyelvtanulás eszköze, az épp testben, épp lélek, nyelvtanuló eszköz, ide fölteszem a tabletet, vagy a mobilt, vagy pedig néha nagyon ritkán, nem szoktam tévézni nagyon, és akkor bekapcsolom a tévét, és akkor ezen így közben mondom a német szavakat, vagy az angolt már nem, de olasz szoktam meg. Németet. És akkor nézem a Csokonai Vitéz Mihály, néha leveszem, tényleg volt már ilyen, hogy na hát, de rég volt a kezemben. Köszönjük a Heineken Hungária támogatását, amellyel elősegítették, hogy a kultúrafogyasztó és olvasást kedvelő embereknek értékes élményt nyújthassunk. Nélkülük ez a beszélgetés nem jöhetett volna létre. Ha tetszett a beszélgetés, akkor lájkoljátok a videót és nyugodtan kommenteljetek is. Kíváncsi vagyok a véleményetekre. Ha pedig nem akartok lemaradni a következő epizódról, és szeretnétek még hasonló tartalmakat, akkor iratkozzatok fel a csatornámra.